Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Szabó Szabados Szilviával, a Civil Központ szakmunkatársával beszélgetünk. Május 26-án szervezik meg Magyarországon az európai parlamenti választásokat, és a határon túli magyarok, tehát a kettős állampolgársággal rendelkezők is szavazati joggal bírnak. Ugyanakkor ahhoz, hogy szavazhassanak is, bizonyos feltételeknek mégis eleget kell tenni. Tehát nézzük pontosan a részleteket. Magyarországon negyedszer rendezik meg az európai parlamenti választásokat 2019. május 26-án, és mivel Vajdaságban is sok magyar állampolgársággal rendelkező ember tartózkodik, így ők is majd részt vehetnek ezen. Ugye a magyar állampolgárság megszerzése az nem csak előnyökkel és jogokkal jár, de kötelezettségekkel is, és itt hívjuk fel a figyelmet minden magyar állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarnak, hogy regisztrálja magát, legelőször is regisztrálnia kell önmagát a választások.hu oldalon esetleg, vagy pedig levélben. Mindez mellett a fejlesztési központ Topolyán, valamint a helyi VMS iroda segítséget nyújt ebben a minden olyan személynek, aki esetleg nem boldogul ebben, valamint segítséget fog nyújtani a szavazatok begyűjtésében is, hogyha nem szeretnék postai úton küldeni. Tudomásom szerint aktivisták is járni fogják a várost, hogy minél nagyobb számban részt vehet, minél több ember részt vegyen ezen a szavazáson, ez igen fontos a számunkra. A száj sújtja a vidékünket. A mezőgazdászok szerint régen volt már ilyen szárazság ebben a szakaszában az évnek. Azt hiszem, hogy régen nem látott szárazság sújtja a vidékünket, és nyilván, hogy ez a mezőgazdasági iskola tangazdaságán is érezteti hatását. Sajnos igen, tehát nálunk is kezdnek jelentkezni a szárazság következményei, tehát azt kell mondanunk, hogy a tél folyamán se volt egy nagyobb mennyiségű csapadék, ami vidékre jellemző volt a régebbi években. Tehát egy minimális hómennyiségünk volt a tél folyamán, és utána sajnos az eddig időszakig is kisebb esőcskék, hogy úgy mondjam, voltak. Tehát nagyon ki van szomjazva a föld, a növények is, tehát nagyon el kellene egy jó eső. Tehát mi is most abba a fázisba kerültünk, hogy fontolgatjuk, nem is, hogy fontolgatjuk, hanem eldöntöttük, hogy a héten beindítsuk az öntözőrendszerünket, tehát arra a területre, ahol tudunk öntözni, azt meg fogjuk indítani, mert nagyon szükség van a növényeknek a csapadékra. Milyen kultúrákat terveznek öntözni? Tehát ott azon a részen, ahol van az öntözőrendszerünk, ott van lucernánk, ugye, az is látszik, hogy megindul, de viszont más lenne, hogyha lenne neki elegendő csapadék, és mellette majd lesz még vetves, hiló, kukorica, valamint szója. Tehát ezeket fogjuk meg, ugye természetesen van egy kisebb területen konyhakertészetünk. Ami az őszi gabonát illeti, ugye a szakemberektől bár is azt hallottam, hogy amelyik időben el lett vetve, az viszonylag jól átvészelte a telet, de azt hiszem, hogy ezt a hatalmas szárazságot, ezt az aszályt már az is megsínli. Tehát így van, azok a növények, amelyek betudtak, hogy úgy mondjam, bokrosodni, azok még egyelőre tartsák magukat, tehát annyira még nem látszanak rajtuk a szárazság tünetei, de viszont azok, amelyek később lettek vetve, és most vannak, hogy úgy mondjam, a bokrosodás fázisában, azoknál nagyon meglátszik, hogy vízhiány van, tehát ott a fejlődés nagyon visszamaradt, és alig-alig akarják elhagyni a talajt. Átadták a Podolszky József publicisztikai pályázat díjazottjainak a díjakat. Az idei pályázatra 17 pályamunka érkezett, az írásokat a háromtagú zsűri értékelte. Az első díjat Matijevics Anikó nyerte, a második díjazott Kállai Göblös Nikoletta, a harmadik helyen pedig Gazsó Orsolya végzett. A zsűri még egy munkát javasolt publikálásra, mégpedig Madár Anikó írását.
A díjátadóra Bács Feketehegyen került sor a Podolszky emléknap keretében. Máriás Endre, a zsűri elnöke elmondta, hogy a jelig és pályaműveket a zsűritagok egymástól függetlenül olvasták el és értékelték, míg végül kiderült, hogy mindhármoknál ugyanazok a művek szerepeltek az első négyben, így most nem is volt olyan nehéz a zsűri dolga. Máriás azt is elmondta, hogy többnyire olyan aktuális témákat választottak a pályázók, mint az elvándorlás, a visszatérés, a család, a szülés és egyebek. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT meghirdette a Szülőföldön Magyarul című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására. A pályázat célja a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A támogatási kérelmek beadási határideje április 26-a, bővebb tájékoztatás pedig a CMH irodákban kaphatnak az érintettek. Topolya Község Művelődési Háza idén is megszervezi az amatőr képzőművészek községi szemléjét Topolya Község területén alkotó amatőr képzőművészek számára. A szemlén a képzőművészeti alkotómunka valamennyi irányzata részt vehet, festészet, szobrászat, grafika, alkalmazott művészet, fotó, szalmából készült alkotások, karikatúra és egyebek. A szervezők kérik az amatőr képzőművészeket, hogy a kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb április 25-éig, az alkotásokat pedig május 15-éig juttassák el a művelődési ház irodájába. A szemlére benevezett legszínvonalasabb alkotásokból összeállított kiállítás megnyitójára a Topolyai Művésztelep épületében május 25-én szombaton 18 órai kezdettel kerül majd sor a Művésztelep éjszakája elnevezésű rendezvény keretében. A jelentkezési lap letölthető a Művelődési Ház honlapjáról is, illetve bővebb tájékoztatás kapható a 024 713 515-ös telefonszámon is. Április 18-án csütörtökön 9-től 16 óráig tartják majd a Szent György napi évadnyitót a Topolyai Tájházban. A szervező Topolya Község Művelődési Háza számos programmal készül ez alkalommal is. A rendezvényre elsősorban szervezett gyermekcsoportok jelentkezését várják, de szívesen látják az egyéni és felnőtt érdeklődőket is. Egy teljes foglalkozás időtartama 60 perc, a részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges, jelentkezni lehet a már említett 024 713 515-ös telefonszámon. A Petőfi Sándor cserkész csapat személygyűjtési akciót szervez Topolyán a Földnapja alkalmából. Az akciót egész évben tervezik folytatni, de első állomása április 19-én a Topolyai Parkban lesz majd a tervek szerint, a második pedig április 23-án a tó körül. Amennyiben ezeken a napokon nagyobb számú önkéntes jelenne meg, abban az esetben több csoportban más területeket is megtisztítanának. Kesztyűket, zsákokat, a szemét elszállítását és üdítőt a szervezők biztosítják. Május 15-e a Nemzetközi Klímaváltozás Akciónapja, melynek keretében a Komgrád Kommunális Közvállalat Topolya Község Művelődési Házával karöltve rajzpályázatot hirdet. A pályázat címe Hulladékmentes Élet, célja pedig, hogy a legfiatalabbak körében is felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Fontos tudni, hogy amennyiben a háztartási hulladékot szelektíven gyűjtjük, újra fel lehetne használni különböző termékek gyártására, ezáltal pedig nagy mértékben csökkenthető lenne földünk szennyezettsége. A pályázatra 3-tól 6 éves gyermekek jelentkezését várják Topolya Község egész területéről. A munkákat április 18-áig lehet átadni a Komgrád közvállalatban vagy az óvó néniknél. A beadott pályaművekből tárlatot is rendeznek majd. Április 13-án tavaszi fitness napot tartanak Topolyán. A részletekről Lőrik Andrea, a rendezvény egyik szervezője számolt be. A tavaszi fitness napra április 13-án kerül sor a Csáky Lajos nagy torna termébe. Ki ennek a fitness napnak a szervezője, és milyen programokkal készültök?
A főszervező idén is a Rekreációs Egyesület, TopFit, amit a kolléganőmmel, Farkas Ágnessel és én alapítottunk 2 éve. Tavaly volt az első fitness nap, amit mi tudtunk szervezni, és idén is ez a megtiszteltetés ért minket. Az egész program 3 órakor fog kezdődni, szombaton délután, és mindenféle fitness programokat próbáltunk besorolni. Még bővítettük a tavalyi programot, úgyhogy lesz zumba, fitball, aerobik, alakformáló, lesz egy új edző is, Szabadkáról, AK Fightot fog bemutatni, és persze a Kangoo Jumps, ami nekünk a fő foglalkozásunk. Említetted, hogy tavaly szerveztétek meg először ezt a fitness napot. Honnan jött az ötlet? Miért szerveztek tavasszal egy fitness napot? Hát végül is így együtt jöttünk rá erre, hogy mi szeretnénk egy ilyent szervezni. Az egész egyesületet is azért szerveztük, mert hogy fontos nekünk is, és az is fontos, hogy átadjuk a többi embernek is, főként a nőknek, hogy mennyire fontos a mozgás, nem csak a kinézet miatt, hanem az egészség miatt is. És akkor jött egy ilyen ötlet, hogy miért ne lehetne tavaszi fitness nap, amikor mindenki készül az új strandra, meg a, hogy szépen nézzen ki majd a nyáron. És akkor így jött az ötlet, úgyhogy a többi szervezővel is, aki már anno csinált egy pár fitness napot, sikerült így megbeszélni, hogy akkor mi legyünk a szervezők, és nagyon jól sikerült is. Féltünk elejében, mivel akkor még nagyon új egyesület voltunk, és nem sokan hallottak rólunk, főleg nem erről a új edzésprogramról, amit mi képviselünk, de nagyon jól sikerült, és sokan el is jöttek, és aztán a visszahangzás is nagyon jó volt, nagyon jó kritikákat kaptunk, és sokan, akik így nem bírtak eljönni, vagy úgy voltak vele, hogy nem mernek, mert nem tudták, hogy miről van szó, sajnálták is, úgyhogy idén még több embert várunk. A tavaszi fitness nap keretében más mozgásformákkal is lehet majd találkozni, ahogy említetted is. Kik lesznek azok, akik vezetik ezeket az edzéseket, és mit érdemes tudni azokról a mozgásformákról? Igen, nagyon sokféle edzés lesz, és nagyon jó oktatókkal. Barna Bogi fogja tartani az aerobikot. Ő itt Topolyán már egy jó pár éve tartja, és őnek is nagyon sok a nő van, aki jár hozzá. Vínai Miklós Emese, ő Pacséről jön, ő fogja tartani a fitbolt, ami szintén egy nagyon jó edzésforma, és nagyon intenzív. Plusz még fog tartani zumbát, ami egy ilyen felszabadult edzésprogram. Lesz alakformáló, Szandra fogja tartani. Ő egy új oktató, és nagyon reméljük, hogy tetszeni fog az embereknek az ő oktatása is, és Báne fog jönni Szabadkáról, ő AKFight-ot fog tartani, ami teljesen egy új edzésprogram, itt Topolyán sajnos még nincs is, de reméljük, hogy ez a fitness nap után majd ez is sorra kerül. Arról még nem is beszéltünk, hogy ha valakinek most megtetszett ez a tavaszi fitness nap, akkor ingyenes a belépő, vagy kell fizetni érte, hogyan vehetnek részt ezen a napon a topolyaiak? Hát mi mindig azt nézzük, hogy minden ingyenes legyen, hogy minél többen el tudjanak jönni, és hogy ne gátolja ezt senkit ebben. Idén az volt a terv, és ez sikerült is, hogy humanitáriusra csináltuk ezt az egész fitness programot, és az egész tavaszi fitness napot, hogy azok, akik gátolva vannak, hogy azért ők is kapjanak ebből az egészből valamit, és lehet, hogy ezzel is egy kicsit még ráveszük az embereket, hogy segítsenek a másokon, ha ők már tudnak mozogni. Úgyhogy az egész humanitárius lesz, és a Betesdának fogjuk összeszedni a pénzt.
A szerb első liga utolsó bajnoki fordulójában idegenben aratott győzelmével a TSC megnyerte a bajnokság alapszakaszát. A topolyai gárda újabb magabiztos győzelmet aratott, ezzel pedig a rájátszás előtt bebiztosította a tabellán a vezető pozíciót. A csapat számára egyre közelebbinek tűnik így már a Superliga, a rájátszásban szombaton az első ellenfél a Jávor csapata lesz majd. Befejeztük az alapszakaszt az első helyen, nagyon, nagyon szép volt ez a tavasz, 8 mérkőzésből 8-at nyertünk, úgyhogy kifogástalanul fejeztük be az alapszakaszt, de ezt el kell felejteni, mert a pontokat lefelezték, és a különbség most már csak 2 pont a Jávor ellen, előtt 5 pont az Indy előtt, úgyhogy ebben a 7 mérkőzésen, ami az alapszakasz is a playoffban lesz, itt már hibázni nem szabad, és ez egy külön pszichológiai megterhelés a csapatokra, de remélem, hogy végig így fogunk játszani, és megpróbáljuk végig minden mérkőzést megnyerni, és az első helyen végezni. Összesen, hogyha jól számolom, akkor azt hiszem, hogy 1 gólt kapott az idényben a csapat. Hát igen, ebben az évben a bajnokságban csak 1 gólt kaptunk, de mondom megint, ez lényegtelen, nagyon jó hangzik, de lényegtelen. Az a fontos most, hogy a rájátszást minél koncentráltabban, minél jobban lejátsszuk, és megtartsuk ezt a pozíciót a bajnokság végéig. A TSC valóban történelmet ír, szuperligás csapat a Topolyának még nem volt, és most már egyre közelebb a szuperliga. Igen, hát tudtuk, ez volt a cél, és úgy gondolom, hogy a csapat is úgy teljesített. Az alapszakaszban minden meccset most tavasszal megnyertünk, és ez nagyon nagy dolog, de hát a foci azért az minden héten más és más változhat, úgyhogy még nagyon dolgoznunk kell azon, hogy ezen a 7 meccsen, ami maradt, ezt sikeresen zárjuk, és akkor fel fogunk jutni. Én úgy nézem így félig meddig kívülállóként, hogy amikor jól megy a csapatnak, akkor 3 gólt lő egy mérkőzésen, amikor egy kicsit döcög a gépezet, akkor 4-et. Igen, hát minden meccs úgy azt hangzik el, hogy ez nagyon nehéz meccs, és úgy is állunk hozzá. És hát tényleg minden meccsnek a vége, hál' Istennek, 3 és 4 gólokat rúgunk mindenkinek. Ez azt mutatja szerintem, hogy nagyon felkészült, és nagyon jó a csapatunk, és mindenki 100%-ot nyújt, és minden meccs ugyanúgy készül, és szerencsére nagyon jönnek az eredmények, és mindenkit meg tudunk ilyen szép gólokkal verni. És hát vannak már tapasztalatok a Jávorral kapcsolatban, ugye? Mit tudunk erről elmondani? Hát a Jávor egy nagyon jó csapat, ők is a feljutásért mennek, biztos, hogy nagyon jó meccset fogunk játszani velük hétvégén, és szerintem, hogyha mi is ugyanúgy játszunk a játékunk, amit eddig is játszottunk, akkor szerintem ez a meccs is, reméljük, hogy ugyanazt fogjuk mondani, hogy nagyon nehéz meccs, és ugyanúgy 3 góllal meg tudjuk őket verni. Híradónk végén az időjárásról, marad a változóan felhős, többnyire napos időjárás, élénk, illetve erős délkeleti szél mellett. Napközben 18-20 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sok napsütése van, kilátás, a délkeleti szél élénk marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Péntek reggel délnyugat felől egy csapadékzóna éri el térségünket. Napközben esőkre, záporokra készülhetünk. Továbbra is élénk, illetve erős marad a déli-délkeleti szél. Hajnalban 8, napközben 16 fok körüli értékekre számíthatunk. Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem az önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok önöknek valamennyi munkatársam nevében. A viszontlátásra!